ellenség meg volt verve, de a környűállások visszavonulást javallottak. A hír trombitájának örökké ez a hangja, és a franciák egyre győznek mégis, és napról napra közelítenek hozzánk. Most imáron már negyedszer. Mióta éltemre, magamra emlékszem, hát mindig csak háború, és mindig Napóleon, ezen világrésznek hiedelme. Katonai perenyéből elhajtották a teheneket. Mi lesz most már ennek a vége, hogy ez az ember nem félhet meg a maga bőrében? Látogattam meg. Ordainét, hát mint van? Szolgálhatok neki valamivel? Oda van ő egészen. Az inszurekciónak bizonyos felállása, fiának háborúba menetele, szívét elzúzta egészen. Az a fellengő érzelmű és gondolkozású hazafi pedig, amit veszem észre, otthon nem maradna, még a törvény alól tízszer ki volna is mentve. A betegség nem is, a bújöli meg szegény anyát. Bosszankodom a kemény szívű fiára. Én dicsérem benne a hazafiságot, mert anyjának a jó emberek gondját viselhetik. Na de mi lenne a hazával, ha minden férfiút otthon tudna tartóztatni a szánakodó látság, vagy akármi más. És senki nincsen a világon baj nélkül. Ha apád halálán volna, majd meglátnám, hogy így beszélnél-e. Amint én apámat esmérem, ő inkább meghalna szégyenletében, mérgében, ha olyan lánycívű fia volna, ki most a hazavédelmében fel nem kell. Csak látnád a szegény hús anyát. A fiát otthon nem gondoltam volna, együtt mehetünk volna vigasztalására. De az már tegnaptól fogva a vármegye gyűlésében van, ahol a nádor a nemesség felkelését sürgeti. Lehetett volna eszem arra, hogy a fiatal eskü így fontos gyűlésből ki nem marad. Szegény beteg, szíves hálálkodásokkal emlegetett téged. Én is meglátogattam volna örömes. Te jegyben vagy! Ordai szép jeles ifjú, s a szegény is, neked nagy tisztelőd, imádod. Az emberek rosszak, amik szóba kövelethetnél. A férfiak pedig mennél többet engednek maguknak, annál több gyönyöt táplálnak el rántunk. Emlékezzen a minap, miért tűzbe hoztad karvait, mikor ordai hazafiságát dicsérted? S te karvait jól, s élesen lepirongattad, s méltán? Egy hurt pendét tettél meg szívemben.
melynek hangjára fájdalmasan borzad meg egész való. Lássad, barátném, atyám, ki katonáskodása után éltes korában nősült. Anyám, kiről csak azt tudom, hogy szép asszony volt, korán elhalt. Én Jutka néném gondoskodása alatt, a szabad, nyers természetben, szabadon nevelkedtem. 15 esztendős voltam, mikor ez is elhalt, és magamra maradtam. Anyám helyett anyám volt, Isten nyugossza őtet. Én csak egy szegény, falusi, nemes magyar leány vagyok, kinek a magyar földön minden tekintetben kevés párja van, azt vallják a magyar urak. Még a legkényesebb, legválogatósabb ízlésűek is, kik féle utát összejárták. Ha igaz, kevéi az nem tenne. Ha meg nem igaz, hát nem törődöm vele. Lássad, barátném, én már 20. esztendőmbe léptem. Ezen idő alatt az én szívem ezernyi és ezer szerelmes érzelmem vergődött keresztül. Hínfi szerelmeit, keservit, örömeit, én már mind által éreztem. Elábrándoztam. Liza, minő tekintetet nyitál te nékem, szép lelkedbe. Tarts egy villámnak a setétben, egy oly vidékben, hol az hegyről az út egy állandó rónaságra fut le, s a megpillantott gyönyörű táj örökre eltűnt. A villányok sorsától írtózom. Ezért atyám javallatára, szívem helyben hagyásával, sőt, mint világi és emberi tekintetekre nézve is, ha gondolod előítéletek miatt, magamat karvaival jegyeztem. Szép, eszes, gazdag. Ó, nem béli, s tudtam már, nem rossz emberű. Szereted-e igazán? Vald meg! Szeretem, amint lehet, de valóban nem úgy, mint gondolnám, hogy szívem, lelkem felemását szeretni tudnám. A háború, az inszurrekció összvetelésünket késleltetni fogja, de Isten néki, én jobban szeretem a hazámat magamnál, és bármely férfiúnál a világon. Én ugyan magamban semmi férfiúságot nem érzek. Az asszonyi gyöngétség finom húrjai épp azon érzelmekre pendülnek meg szívemben, mint ahogy azt annak előtte sejtém. De azt érzem, hogy a férfi nem, szívemet ki nem elégíthető szeretete helyett hazánk szent szeretete foglalta el keblemet. S ha a férfiak iránt félig megfagylalt szívem magát mégis odaadja, akkor az csak nem közönséges rendeltetése okozza. Áldjon meg az Isten és üdvözítsen azon szerelemnek mennyével, mely iránt hiedelmedet elvesztetted. Én csak mindennapi lánya vagyok a természetnek, de szívednek s elmédnek dicsőségét tudom érteni. Meg ne érjetek, asszonyok! Rossz zsebbegye a csikaevő pacalját! Úgy van, mint ma háromszor volt! A francia neked látogatóba jönnek! A német szomszédi körül már marog, villog a harc! Meglássa, édesapám, hogy vissza fog térni a békesség a magyar határa. Hát, mint volt 4 esztendeje. Pár igazat jövendőlni! De most alig, ha meg nem mondjuk a kéretlen vendégeket! Tűzland édesse! Ez a Napóleon úgy jár, mint a szélvész. Hajtja se, önti maga előtt az ellenséget. 50 esztendő múlva majd alig hiszik az emberek ezt, ami most történik. A fiskál is ezt írja. A nádor a vármegyéket járja, és az inszurrekciót sürgeti nyakörfőre. Hathatós beszédekkel buzdította a rendeket arra, hogy lovasokat törvényes kötelességeiken fejül is állítsanak. Lett is mindjárt foganatja. Nemes ifjainkban, szegényben, boldogban, dicsőséges lobot vetett a hazának, királynak, konstitúciónak szeretete védelme. Öröm őket látni.
Ordai esküdt úr bővebben elbeszélhet mindent. Kedves József nádorunknak jelenléte minden embert meglelkesített. Csak késő ne legyen. De hát a magyar nemesség. Mit tehet ez? Ha mégis már készen állana, legalább annyira, hogy lovával, fegyverével megesmerkedhetett volna. De még semmi, hát nihil. Csak a fellengő sok biztatás, Árpádot emlegetés. Kapkodnak, mint Bernard a mentőhöz. És a franciák mennydörögve nyomakodnak felé, tűzlát égessen, mint a villámos fergete. Te felőled, Liza, azt gondoltam, hogy addig vagy kelj össze karvaival, ha már úgyis egyben vagytok, vagy menj Pestre, a hugomhoz. Nagy kulcsos városokban ilyenkor hablelkű lánykának nagyobb a bátorság. Én az én atyámat semmiképpen el nem hagyom. Sem Pestre, sem férjhez. Én nem megyek. Jól mondod. Majd el is felejtettem volna. Az új házas többnyire rossz idéz, mert szívét, eszét otthon hagyja feleségénél. Majd meglássuk. Él még a magyarok istene? De Liza, a két szomszéd helységbeli nemes legényeket meghívtam házamhoz. Én biztatni, tüzelni, negyeri tanogatni akarja őket. Úgy intézd a konyhát, hogy ennünk innunk elegendő legyen. Nem lesz fogyatkozás. Szitja vitézek, a harc zivatarja ne rettegtesse szíveteket. A magyarok hatalmas istene hadakozik ügyetekért, ő vezérel benneteket. Párducos ősei, s hőseitek tüze serkentgesse lelketeket honotokért. Arany szabadságotokért ne kíméljétek ontani hazafi véreteket. Majd ezer vitézborostyán koszorúzza fejeteket, brilliánttal örökíti hunni a nagy neveteket. 100 ivadék, 100 maradék magasztalja halhatatlan tetteteket. Rajta fokos és buzogány fegyverkeztesse markotokat. Rivada tárogató, harsoga trombitaszó, pödörjétek meg torzomborz bajszotokat. S hogy ravasz ellenitek cseljei tönkre zúzza bajnok karotok a csatavérmezein, s hogy fegyveres ezerein diadalmat küzdjön merésztáborotok, menj dörögve, dübörögve, roncson, boncson ezredetek, ezer sebet, ezer halált küzdjön merész fegyveretek, durrogtatva, csattogtatva seregeit kaszabolja seregetek. Nem a gyűlésből. Lehetetlen! S megtűrhette, hogy oda ne menjen? Mikor engem is csak a... Vénységnek bajai tartóztattak itthon. Az anyám beteges.
És én sem éheztem magamat legjobban a napokban. Elég korán megtudjuk a végzést. Későnek tartok minden végzést. Mint van édes Lizán a tétova nyargalósokhoz hír között? Megemlékezette néha mégis felőle. Nem volna csuda, ha nem. Mert ha mi magyar leányok, nem katonáskodunk is. Azért hazánkat, konstitúciónkat nem szeretjük kevésbé azoknál, akiket a törvény zászló alá szólít. És ezeknek mi is meg tudjuk bocsájtani, ha ideig meg tudnak rólunk feledkezni. Tűzláng égesse! Még nem lett ebből férfi? Férfi. Most olyan magyar hőst látnék előttem benne, hogy Árpád apánk rajta elmosolyodván a másik oldalára feküdnék, és azt mondaná. Ezer esztendeig ismét békével alhatom még vasálmomat, mert nem féltem magyar népemet. Édes jó atyám, hát Árpádnak leányok is kellenek, hogy még ezer évig nyugodtan alhasson. Különben a férfiú vitézség legszebb ékessége elveszvén, csak lomhán, hidegen szedegetni a diadal borostyánjait. Ezért jegyesen meg karvainak, egy oldalról nehezebb, más oldalról könnyebb lesz a sorsa. Nehezebb, mert két figyelmes szem lesz arra, hogy mind teljesíti kötelességét a hazája iránt, mellyel annak még legelhagyatottabb fia is köteles, ha csak nem becsületből, példaadásból is. Más oldalról könnyebb, mert hív szerelem viszonzásával várván őt haza, és talán több oka is van, hogy másnál nagyobb hírrel névvel visszatérjen. Vagy talán meg is halni, hogy Liza hamar és dicsőséggel özvegységre jusson, és... Ah! Úgy látszik az úr, nehezen fog meghalni a haza. Igen, csodálatos. Nem tudom, a franciáktól való félelem keseríti-e úgy meg, különben gyengét szelíd érzelmeit, vagy összvetelésünk közeledvén talán? Ne higgy el, öcsém uram! Sem az én lányom nem fél, sem az összvetelés nem közelget, hanem a franciák közelítenek. És most el legyen a legfőbb gondja minden magyarnak. Késő gond, de már most. Késő gond? Tűzsrát égesse! Késő gond? Tűzsrám égesse, már meg! Jó napot, uraim! Morc teregettes, mi a késő gond? Mert én csak azt tartom késő gondnak, ha a betegnek akkor hivatunk orvost, mikor már kezét s lábát a halálban nyújtotta, s szemét a más világ csodájára meresztette. Ihaj! Karvai azt tartja, hogy késő gondi már a magyarnak magát és hazáját védelmezni? Mi a villogó láncos mennykő? Talán hát seregestül megadja magát, hogy megadása jeléül egyenest a lajtára mutjon, hogy Napóleon hetkén és kedélyen a híd helyett magyarnak átállítjen Magyarországra? A mostoha időn okosan kifogni tanácsosabb, mint sem mindent kockára vetve, káhomkodva, öhökre elveszni. Ha az úrnak anyját, hogy derék asszonynak nem ismerném, engem úgy segéljen az ég, most azt kellene gondolnom, hogy az uratra mi jött ment földönfutó lopta be a karvai nemzetségbe? Lábahintó,
Ha fős házamester van jelve, szitkokat pöggösve, és nem okokat adva akar győzni. Tessék nyelvét, ne egy gavallérha, hanem egy hadkajcát. Hát mit tészt? Hogy? Öcsém! Öcsém! Maradj! Hiszen esmered már a tüzes nyelvű huszárt. Csontak ez a helyet most a nyelvével vagdalkozik maga körül. De szíve! De szíve! A jóságnak, emberségnek teli szekrénye! Bocsásson meg az úr! Rosszabbat pottyantott nyelvem, mint sem gondolatom és szándékom volt. De most teregette, ha megadásról hallok valamit, hát mindjárt sárgát zöldet látok. És látja, édes karvaim, a magyar nemes a született katona. És egy katonának utolsó csepp vére, jelletőlőtt magát megadnia, hát gyalázat! Én mégis azt tartom, hogy ami inszurrekciónk, ez a régi világnak védelem intézete, midőn százezerekből álló, tanult, gyakorlott, mindig fegyvert forgató hadak harcolnak egymás ellen. Haszontalan intézet. Az idő elavult, és ezen intézet az ő régi hasznaiból teljesen kikopott. Ti világ égesse! Most én harcoljak! Az intézet magával örökké jó maradt. Azért, hogy nem úgy vétetik haszna, mint kellene, mint ez gondolva rendelve volt, azért ezt még semmi időnek lelke meg nem mondja. Vajon kinek rekhetik jobban szívét hazájának nemzetének védelme? A birtokosnak-e? Kinek józága, felesége, gyermeke, tűzhelye, utolsó csebbérig való védelemre természetes okok? Vagy a hadkrajcáros katonának? Ki a konszkripciónak halállal terhes lapjaiból kiolvastatva? Hajlandósága ellen, mint a gonosz nevén megfogadtatik. És látszom részegen, hogy ne tudja, mi történik vele. Bevitettetik. Anya szült köntösében egy borbénynak csapodár ítélete alá állítatik. Az örökös katonaságnak, vak engedelmességnek, Magyarópálc által kormányzott cifrájába vettetik. És falusi ruhájával együtt az emberiséget, és minden nemzetiséget levetkezvén. Semmit az életben már nem remélvén. Csak ott éli világát, hol az ételben, italban, bujaságban torkig mereghet. De ezekben is még a születési föld, a rokonok, a gyermekségnek virágkora édes emlékezeteket támaszhattak. Hanem ezek közül a földön futok, kiket a kétségbeesés nyomorított azon katonaságra, tűzlát égesse! Mi bírhatja ezeket a hazának szíves védelmére? Olyanok, mint a vándor. Egyik vándor árnyékába leül, és ha onnan valamelyeset előzi, a másik alá megy, és úgy tovább. Nem is vizsgálja, milyen fa volt az, melynek árnyékába megenyül. Neki minden. Egyet azért elfelejtettél, barátom. A becsületet. S én itt most nem a tisztekről szólok, kiket a becsület vezérel, hanem az egyszerű közemberről, kinek a becsület nem olyan rásam, pedig ennek sokasságából áll a hadnak ereje és hatalma. De most teregett a én századomnak, azt mondtam, tegyék ezt meg a kedvemért, hát az meg volt téve. Én pedig a becsületért cselekedtem. Mert igaz az, hogy a saját javait védő hazafiúi hadban mindig erősebb az akarat, makacsabb az erő, állatokosság, s jobban megfeszül a tehetség, mint a csekély zsoldér harcolókban. Pedig a zsákmány. A martalék az közös mindegyikkel. Csak a fegyverforgatásban van itt fogyatkozás. Mert hát hogyan lőjön az nyulat? Ki sem puskát tölteni, sem azzal célozni nem tud. Itt a bökkerő. De ezen csak három hónapi erőlátás könnyen segít, tűzlág égesse. A spanyol inszurgensek? Napóleonói is csak azért kötött belénk, hogy a csorbákat, melyeket a spanyol földnépi had az ő dicsőségén ejtett,
az álló hadaknak megverésével. Ismét kiköszörülhesse? Sok volna itt még ellenvetni való. Úgy veszem észre, az úr nehezen fog táborra kelni. Törvényes kötelességemnek tartozásomon fejviselget fogok tenni. Alázatos szolgálja uraságtoknak. Hozott Isten öcsém! Mi hír a gyűlésből? Olvasd, barátom, Lábas Ferenc táblaíró úr a mozdítását. Árpád onokái, Bellóna fiai, ébredjetek! Véres kardot látok küldetni hozzátok. Serkenjetek! Ím terés jele, immár zúg a szele. Harcra kelünk, mert gyilkos ellenség, vértszopó nemzetség jön ellenünk, hazánk s királyunkat, s ezennel magunkat háborgatni. Kedves hüsseinkból, ősi honjainkból kiforgatni. Csak ugyan, jönnek a franciák? Sebesen, de nálunk is erős mozgásban van minden. Utamban két nemes helyiséget buzdítottam fel. Ezek közül hamarosan itt sokan alkalmatlankodni nem fognak. Macsárnán fogja rossz néven venni? Nem, á, dehogy sűt. Öröm. Meg kell nyitni az erszényt. De ki ne tenné örömest, csak használja. Széchenyi Ferencünk 52 lovat ajánlott a nemzetnek. Az én részemtől 6-ot adok, minden hozzá tartozandóval. Ez szép. Én amennyit lehet, majd meglássuk. Én magamat adom oda, s örömest. Ez a legt. Na, az a hír járja, hogy a tiszántúri inszurgensek megírták a nádorra. Hogy csak akkor lépik át a Dunát, ha az útjuk belső összes korcsomában lesz elegendő mennyiségű bor! Emberek az a köcsém! Én csak azt tudom, amit én akartam. A főispán azt kéri egyik levelében. Magamra s vénségemre nincs szüksége, hanem tanításomra annál inkább, és ezt kész voltam megadni, hol és mikor lehet. De most tereget, tehát embereket adjanak, igen, taníthassak már végre! Vidékéről hazatért komprovinciális pajtársai. Thank you.
uram! Én vagyok az első, ki azért könyörögök, de lesznek ma még többen is. Ezen házat úgy tekinti a vidék, mint egy a magyar hazafiságnak áldozatjaitól szüntelen füstölgő oltárt. Lóra magyar! Lásd, mi zavar! Mi mormol az olasz hegyen? Híj az anya! Jer baranya! A nemeskar mind megyen! Ráncs ki hát, halálos íved! Ödörd bajszod, jó vitéz! Mutasd, bátorsz, kit a szíved! Jobbra tekints, ám balra néz! Örülünk rajta! Te beszélj a gyűlésről, öcsi! A NATO, hát biztatott benneteket? A hazának jó gyémiusza hozta őtet közénk. Jelenléte olyan lelkületet öntött belénk, mint amilyet apáink éleszthettek. Éppen akkor, amikor nádorunk öreg anyjának minden oldalról ostromlott, ingadozó trónusát megtartani felkeltek. És öreg apám érette meg is hal. Oh. Van még lélek a magyarban? Csak az akár, hogy a tűzlánk égesse, többnyire későn szólítatik elő. Megint késett a felkelési parancs. Hol vannak a fegyverraktárok? Kik biztosítják az áldott élelemnek utánpótlását? De utóbb hát a világ ne okozza a magyar nemességet, ha annyit nem tehet, amennyit tenne. A hadimesterségbe, s annak fortéjaiba belé szokni csak kevés ideje volna. Régen te a katona született, de most formáltatnia kell, mióta a puskaport a barát feltalált. Minden tehetősebb nemes, többet tesz, mint sem azt a törvény kiszabta, és többnyire minden fiatalabb személyesen fel kell. Nekem, szegény legénynek azonban meg kell köszönöm, ha egy kis altisztségig juthat is. Vagyonomnál fogva, mely nem éri el a havi ezret, gyalogságba soroltattam. Ember vagy, öcsém! Na, a többit majd nem étfelet halljuk. Te ordai, mikor lehet mindig nálam lét, hogy örülhessek? Mert te nem vagy Árpádnak legrosszabb cseppére? Nem ám. Most menjünk, mi férfiak! Lófajomat most rá! Jaj, barátom! Megelette már a kanca? Milyen kanca? Az! 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 Az meghalt! Az jó! Miért nem megy? Mi dolgom más lovával? De amint Liza kisasszony kívánja, megyek én is. Ennek a férfinak a hidegsége, a hazafélyű tűz közönséges lobogásában, s a közügyek iránt csak annyira való érdeklődése, mennyire minden közönséges ember tart, kinek pofája van. Jegyűrűm által létem és egész életem ennek az embernek a birtokába került. Keserű érzelmekkel töltik el keblemet. Vajon férfiúként is írideg lehet karvai? Vajon mondjam én az enyémmel összehangzó szívet sem benne, sem másban nem remélhetek. Hiszen még nem is tudjuk bizonyos szándékát. Hát, ha irántad való szeretete tartóztatja őtet, az csak ugyan más szint adna a dolognak. Hiszen én tudnék szeretni, ha volnak itt. De leggyönyörűbb szerelmet is a hazámért feláldoznám. Hát a sírba is. Asszony vagyok, de én megtenném. Menjünk.
holtig tartó együttlétnek jele kezeinken. Mikor csillagaink úgy látszik eltávoznak egymástól. A sok lelkesedés után végtétre meghallgathatom a szempillanatot, amelyben magunk lettünk. Szívemnek ezután való esenkedését tekinteteimben olvashattam. Ha nagyobb figyelmet tetszett volna vetni szerelmemre, mint más mellékes dolog. Ó, csak nem a közelgő közvetlen szerencsétlenségre gondol az úr. Nem éppen azt értem, hanem... Pedig most minden lélegzetvételünknek, minden gondolatunknak tárgya, csak ez lehet! A férfiaknak igen, de a szép nemnek a természet más, könnyebb, kisebb körca. Ah! Értem már, mire céloz az úr! De jaj annak a nemzetnek, amelynek nőfele a nemzet szerencséjében vagy szerencsétlenségében csak annyira veszi ki részét, amennyire az közvetlen közelébe, a házába behat. Az ilyen nemzetnek korábban és hamarabb kell elpusztulnia. Olyan, mint amikor egy nagy, ereje teljében lévő sas, ezer és ezer kis tollas állattá feloldódván, példának okáért egy csivitelelő verépsereggé válna. Csak egy ragadozó ölnek kell akkor jönnie, hogy ez a kis csivitelő verépsereg a prédájává váljon. Ezért a magyar nemzetnek asszonyainak joguk, hogy a nemzet lelke élessze őket. Erről a részről még csak most van szerencsém megismerkedni az én szép jegyesemmel. És a szívem tisztelettel, szeretettel már úgyis teli nem volna. Hát most telene meg. De édes Lizán, fegyverre kelni az inszurrekcióval, minden szép és dicsérhetes hazaszeretete mellett. Csak ugyan mégsem fog. Ezt tiltja nemem. De azt érzem, hogy a hazámért meghalni lehetetlen éppen nem volna. De azt is érzem, hogy azon férfiút, aki a haza védelme alól magát elegendő ok nélkül kimenti, azt sem becsülni, sem szeretni, sohasem tudnám. A hazát ésszel, értékkel és vérrel lehet oltalmazni. A hazafiak 9/10 része, az első kettő tehetséggel nem bírván, csak vérével állhat elő az a védelmére. Én megvallom, hogy személyesen felkelni nem fogok. Oh! Vannak erre törvényes mentségei. Szívemet leginkább az menti ki, amely számomra a leghálgább, legkedvesebb. Szeretett Lizának, a bizonytalan környű állások ostromában el nem hagyhatom. De az itt a kérdés, melyik áldozat hasznosabb a hazának? Ésszel, értékkel, béke idejében szolgáljon a hazájának minden hazafi. De amikor az ellenség vérét ontja, hogy hazánkat feldújja, akkor csak a vér és életáldozat az, mely védelmet és oltalmat nyújt. Az életáldozat a legnagyobb áldozat. Mert ott megszűnik minden. Élet, nemzet, érték, haza, minden az áldozóra nézve. A leggazdagabb magyar minden értékével való áldozatja nem oly drága, mint a legszegényebb nemesé, aki az életét áldozza. Nem értékeit védi, melyekkel nem rendelkezik, hanem a hazát. És életét gyakorta a halálnak áldozza. Szegény, ki hazájának csak a levegőjével, nemzetének törvényével, egy néhány ölnyi földön nyomorogva él, és szeretteitől távol, senki által el nem sirattatva, magányosan hal meg. Vajon kevesebb indokot érezhet-e magában a nemzetéért szenvedő halálra a gazdagnál, aki a nemzet színe alatt házát és birtokait védi, a haza színe alatt pedig nemzetségét,
s meghalván kikürtölt dicsősége által szebben él, mint valaha élt haszontalan élete során, mintha két kézzel szórta volna az aranyait. Liza! Így járhatott akkor is Mohácskor hazám, mikor nemzetségét majdnem mindegy szálig elvesztette. Liza! Liza! És így járna most is hazám, ha minden magyar nemes kahuai volna. Tudnám végesse! Mi lehet téged? Hiszen úgy emelkedik a mellett, mint a lohogó most a tüzes katlanban. A szent házasságnak fergetege. A papnak hozzászólása előtt. Talán csak belemállott. Most teregette, én inkább úgy vélem, hogy az úr megint inkább azt a gyalázatos békességet javallotta, mintsem a becsületes háborút. Nem, de Liza kisasszony? Olyan formán. Na, hát ha így vagyok, lássa az úr, én előre a kisasszonynak ajánlom az igazságot. Lássa még az úr, én hajlandóságból lettem katonává, mert sem tántom átogató diák, sem tolfosztó banya, sem düdös, pipázó, henyélő betyár, sem pedig kurafi nem akartam lenni. Pedig volt, és van is egy kis jószágom, mert szegény legény módjára úgy senkire nem szorulva elélhettem volna. Hát kérdem én az úrtól, tartoztam én királyom palacsolatjára harcolni, s véremet oltani. Igenis, az esküvés, a zsolt kötelezik a katonát, ha... Karvai uram, hát nem ismeri maga a saját népét? Ha a magyarba felébrezik az alvó oroszlán, és azon kívül a dicsőség, a becsület, hát az hol maradt, Karvai uram? Igen, bizony, hogy tartoztam azzal, és nem is tanácsoltam volna senkinek, kiknek parancsoltam, hogy ezen szent kötelességüknek eleget ne tegyenek. Hát a magyar nemesség, Karvai uram, hát az, ki oly szép, nagy, és az egész világát a kancsal, irigy szemekkel nézett kiváltságokkal bír, de csak azért, mivel szükséges a én hazáját vérével, életével, s vagyonával védelmezni, oltalmazni köteles. Hát ez... Szép lélek, egy-két lóval, 1-200 forinttal akarja szent kötelességét kiváltani, és a törvénynek szemét kiszúrni. Igen, igen, itt az urat értem ki, magát itt vonogatni látszik. A katonaságnál is egyik eszével, tudásával, másik fegyvereikkel, és legtöbben kalhujaikkal mindegy célra dolgoznak. Elegen vannak nálunk is, kik csak arra alkalmatosak, hogy kalhujaikkal védelmezzék a hazát, és az előnyomuló ellenségnek megakasztó gátjai, étkei legyenek. S amúgy is, mi a magyar nemes? Jelh be barátom, mesélj, mi is az a nemesi levél? Aszamiszom törzsökéből származnak eleim, ezt mutassák a kocsmába adós leveleim. Apám akárhol járt, a vízben nem tett kárt. Evett, évott, sok kuriálás nem várt. Egyik része címeremnek, a jó káposztás hús. Mert ha nincs kóbász rakva, a szívem már is bús. Ó, áldott káposzta, paradicsom hozta! Áldott, aki kóbásszal fotozta! Másik része címeremnek, ama jó boszporos. Ha a sült hús borsos, lészen legalább csak boros. Mert ha bor nincs, az méreg egye meg a féreg, annyit használ, mint ennek a fakéreg. Harmadiká címeremnek hiák kaszás nének. Eztet mondják a magyarok legjobb ételének. Aki eztet fájja, ajakát megnyálja, na, parasztember Mennyországnak vallja muzikát! Aztán kész
készítik, csak jeles és sátoros ünnepen. De véle az asztalt igen, szépen ékesítik. Hasunk jó barátja, egy forint alatja, szalonnától vagyon szép illatja. A tékája elevének két katona béles, rétessel van kibélelve, jó vastag és széles. Ó, drága Armális, Bezes uraknál is lehet szembe generális. Csömörját! Húgyolja nemzetünket, őszi aranyszabadságunkat! Édes leányom, ez a te mátkád, nem derék ember? Én csak a törvénynek tartozom számadásra. Hogy teregette? Hát az úr azt meri gondolni, hogy élete, mivel azt drágább étkekkel táplál és finomabb ruhákkal fedi, többet él, mint a szegény nemes emberé, ki gyakorta, csak fekete kenyéren él, és épp vagy rondos pudrában jár. Fősprázsamester uram, engedje meg, hogy ezen megunt kérdésekre többet ne is felelje. Jobb is. Szegvári főbíró. Alázatos szolgálja az uraknak! Azt is! Főbíró uram, hát ebédre! Minden órám most oly bizonytalan, hogy lehetetlen volna előre megmondanom, hogy ezt az órát itt vagy amúgy töltöm, amint hivatalban a dolgomat végezhetem. Aztán tudja az úr valamely új hírt? Mert most nem szégyen a hírek után esenni? Minden új hír rosszabb az előbbinél, mert mindig közelebb hozza a franciákat. A rossz csapat! Már megközelítették a Lajta folyót. Sopron, Moson, Vas és Zalavár megyékben néhányan már be is tették lábukat. Mondd teregettet, meg nem foghatom, hiszen én ismerem katonáinkot. Virrel szoktak azok adni, s venni minden lépésből. Bizonyosan oly fortély fekszik a dologban, mely a becsület nyelvén szólva csalfaság, mint amilyen a legutolsó porosz demarkációknak farbarugása volt, melynek keresztneve... Ulma lett. Oly név, melyre rögtön ráncba vonul a homlokom. Ezt a karomat ott ütötte meg a francia buta. A törvényes mentségeket vizsgáló, a hadi készületeket intéző és szerző deputáció már dolgozik. Oda! Inkább a karmainak kellene sietnie, hogy mentségeivel minél hamarabb kiköthessen a szárazon. Nem is ám a karicsai göbre, ahol a nemesség, lovassága és gyalogsága gyülekezik? Fősprázsamester uram, igen szereti azt gondolni, hogy még a szabad szemmel látóknak is úgy parancsol, mint egy koron azoknak, akiknek látni nem szabad. A bírák járásaikat futják. 8 nap múlva haditiszteket választó gyűlés lesz, s utána mindjárt kezdődnek a mustrák. Én magam éppen urasságottól jövök, s mivel hivatalbeli időn úgy ki vagyok szabva, hogy oda többet vissza nem mehetek, azért kérem, hogy tessék magát az inszurekcióra nézve itt meghatározni. 3 nap múlva készen akarok lenni, ugyanis mindennel úgy utána én magam is készülhessek. Személyes kötelezettségemet a deputációnak megbírálására bízom. Törvényes kötelességemen fejül 6 minden szerszámmal felkészített lovat ajánlok a lovasságnak szaporítására. Ez szép ajánlás. De azon feltétel alatt, hogy lovaimra én magam nevezek ki a gyalogságból legényeket. Ezen feltétel reménylem megáll. Okvetlen. Tessék ezt tőlem íhásba venni. Úgy hallom, hogy a mi híres dús szomszédunk két egész lovas századot állít a maga költségét. Egyetlen egy fia is személyesen fel. Az bizonyos.
Minden embernek valók azt tenni, ha azt elmulatni. Egyszer, mikor a franciák egészen bekerítettek bennünket, s maguk trombitájával a mi megadásunkat kívánták. Port teregette, nekem is volt okom. Két lovas századdal keresztül várnom magamat. És akkor az egyik átkozott franc tompuról csapott, úgyhogy magam meg nem adásának ezen jelét vettem. De barátom, maradj! Bár ettől még a franciák is visszafordulnának! A minket vezérlő Pimasznak, pedig volt okanó, kértem, hogy tartson velünk, magát megfogatlan. Jól mondja az úr, mindennek oka van. És hát uramöcsi, három nap múlva hová készül? Oda az inszurekcióhoz, ahonnan visszamaradni gyalázatnak tartanánk. Segédemmel együtt. Igaz, hogy hivatalom kimentene, de azt addig viselje olyan, kit az öregség hadra kelni nem enged, s hivatalomnak megfelelhet. Igaz, hogy így neveletlen gyermekem is kimentene a törvény szerint, de mintsem, hogy más törvények alatt éljek, inkább meghalok, inkább vesszenek el gyermekeim is, mintsem, hogy más gyalázatos önkény igájában nőjenek fel, még mielőtt megfoghatják, mit veszthetnek, ha már vesztenünk kell. Most teregetted az úr! Derék magyar igaz nemes! Az éj emberek büszkén mondhatnák Zrinyikén, hogy ne bánsd a magyart! A gyermekeire tekint, sír. A rám néz, mosolyog, de nem szól, mert magyar vért húzok szívéből. Öcsi, te itthon maradj! Olyan emberek, mint te, a végső veszedelembe szükségesek. Gyermekeid az utóbbi időnek kellene. Kötelessége a jó hazafinak a jövendőről is gondolkodni. Hát, hogyha minden ember megfelel kötelességének, kit a tekintetes karok és rendek által tavaly novemberben megszavazott törvény most elszólít, hát elég. És ha nem elég, hát ne vesszen a hazafiaknak java egyszerre. Tartalékban is legyen védelmük. Így van, ahogy édesapám mondja. Hiszen tudják, hogy ha rajtam múlna, én minden magyart harcrendbe állítanék az ország védelmére. De főbíró uramat kérem, felesége és gyermekei nevében pedig könyörgök, hogy tartsa magát a törvényhez, mely az úrnak itthon maradását rendeli. Na, addig írjuk össze azokat az ajánlásokat. Én meg téged közben addig, öcsém, a katonaságnak vokabulájába bétanítalak. Tartja. Bocsáss meg neki ezt szeretetből. Csalatkozol. Az igaz, nagy szerelem magán felül emeli az embert.
Aki a hazáját nem tudja szeretni, senkit sem tud szeretni. Karvai, ha legalább engem szeretne, hát akkor a hazáját is, hiszen tudja, hogy én szeretem a hazámat. De érezni lehet ezt a beszédjéből. Ő csak magát tudja szeretni, és én őtet megutáltam. Gondold meg! Ő csak apám egyetlen egy leányára maradó vagyonát kereste, szerette, kívánta bennem. És mire tökéled magad? Cseh! Hogy ettől az elfajult embertől én örökre elválok. Lássad, én sem ellene, sem mellette szólani nem akarok. De mint hogy ennyire vagy már Karvaitól, el nem hallgathatom, amit a napokban tapasztaltam. El nem mulathatom, hogy egy néma tisztelőddel, imádóddal meg ne ismerkedtesselek. Annál is inkább, mint hogy ez éppen ellenkezője Karvainak. Karvai gazdag, ez szegény. Karvai eszes és hideg, ez elmés és lobogó láng. Karvai csak magát szereti, ez csak téged és hazáját, és érettetek a halálba megy. Hát, hogyha a harag el nem töltötte volna a keblemet, hát meg nem bírnám, hogy esmérne neked, ne kívánjam őtet. Na, hát ez az. Talán éppen alkalmatlan vagyok. Dehogy, sőt, kérem, hogy esélj. Miért osztasson megbocsájtani merészségemet? Dehogy is, és mint van Ordainé? Csak előbbi állapotjában. Ő ezen háborúnak a végét már nem éli meg. És így ő engem földi létben többé nem lát. Még ha meg is jönnék szerencsésen. De hát, amint tudomásom van, maga az utolsó élő tagja az ordai nemzetségnek. És ilyen jogon a törvény menti a hadba lépés alól. Ne ássa meg édesanyjának sírját időnek előtte. Igaz, de az utolsó ordai, ki a hazáját a végső veszedelemben megtartani segíti, nem akar alávalóbb lenni, mint az első ordai, ki hajdan, Nagy Lajos királyunk alatt a magyar nemzetet dicsőségre segített vér emelni, nemességgel és jószággal ajándékoztatott meg. Első nemes ősömnek jószágát az idő ugyan már régen felemésztette, de hazafiságának hívőrököse maradtam. A pedig reméljük is, hazánk életben maradt, és én is többen érettem meg magunk. Életben maradott bajtársaink. Mint a hajdani görög ifjakként majd azt fogjuk üzenni. Vigyétek bátor halálunknak hírét vármegyéinknek. Mondjátok, lefizettük a hazának adóját. Emlékezzetek meg róla. Vigyétek el estünknek hírét a gyermektelen anyáknak. És mondjátok, áldás nyílik a tejért, mellyel tápláltak. A gondért, mellyel neveltek. Megérdemeltük, hogy szültek bennünket, hogy érettük, fájdalmakat szenvedtek. Ne sírjanak. Mi a közanyánk? A haza! Adj jobb! Én nem szégyellem megindulásomnak könnyét, és egy szóval sem tartóztatom tovább. Menjen, amerre a hazafisága hajtja! Én az urat már korábban is becsültem, mert megérdemelte. Ó, tudnál, atyád, hogy mely boldoggá tett engem most? Ha tudnál, hogy atyádnak kegyességének, jó vélekedésének megérdemlését, szívemnek minden kiömlő vérével is, a világ minden kincséért oda nem adnám. Én az úrnak, beteg édesanyjának gondját fogom viselni, és vigasztalom, amint lehet. De hiszen éppen ezért akartam nagysádnak könyörögni, és ezért úgy tekintem nagysádat, mint Istennek jó angyalát. Második könyörgésem pedig e volna. Csekély birtokon megér 2000 forintot. Legyen szíves, nagysádos édesaprát rábeszélni, hogy vegye a zálogba. De hát az úr egészen félre meri tenni a jövendőt. A jövendőt az isteni gondviselésre, iparkodásomra és szerencsémre bízom. Ezen pénz megfelével magamat most lovasereghez állítanám fel.
másik felét pedig szegény beteg édesanyám szabad rendelkezésére hagynám. Ha pedig szerencsés visszajövetelemmel a nagyságos apja még az állagos esztendőknek letelése előtt csekélybirtokomat ismét visszaadná, kérni ugyan nem merem, de említeni miért ne bátorkodjam. Hisz Bogdanyi úrnak szíve a jó téteményeknek kútfeje, nagyságnak apja, és ebben mindenki van mondva. Igen, egészen bizonyos lehet benne, hogy számíthat ebben rám, és a minden úgy lesz, ahogy... De most, ó, most már engem apám biztosan keres, és akkor én megyek is, és hát akkor... Még egy! Harmadik. Utolsó kérésem volna a nagysághoz. Tessék! Ezen levelet méltóztassék nagysád magához venni. Sajnálnám, hogyha távol létemben szentségtelen kezekbe kerülne. Ez a levél nekem szól? Igen. De hát, mi van ebben a levélben? Ebben a levélben az van, aminek halálomig titokban kell maradnia. Oh, de mi lelte? Hát nem is... Ebben a levélben bocsássa meg a vakverőnek. Sem őt, sem magamat nem értem. De hogy a közönséges jó indulatnál jóval többet érez irántam, az bizonyos. És nekem is, ő már korábban is tetszett. És most, hogy szívébe felejtém tekintetemet, és ezt a lelkes hazafiságot, és irántam való sóvár érzelmeit megismerém, mélyebben kezdi el érdekelni lelkemet. És mennyit vesz mellette karvai. De mi lehet ezen leveleknek foglalatja? A küszködés, a zihálás, a mód, ahogy általadta. Azt engedni hinnem, hogy rá, és talán rám is. Rám nézve is fontos dolgokat tartalmazhat. Hogy is mondta? Halála után? Nem, hát utóbb. Kimenetele után. Hiszen mit árthatok, ha én most ezt felbontom? Csak ki ne tudódjon. Nem veszhet el általam. Győzz bennem a kíváncsiság, hogy ezt az embert közelebbről megismerjem. Lássuk csak. Versek. Az magyar hazának szívbéli szeretet. Nagy Lajos király, török vágó Hunyadi, Dobó az Egri bástya. Hiszen ez hazafiságának kiömlése versekben. Örömmel fogom olvasni. Itt van még egy. Szívlángok. Csak. Bodonyi Lizához. Legalább, ha már élek, akkor szállj meg engemet. Ó, isteni áldott lélek, ki feldullád életemet. Miért nyitám fel ezt a szerencsétlen levelet? Szívlángok fellobbanása, téldre hult szerelem, az óriás szerelem lópatkolás, a gazdag kisasszony és a szegény úrfi, Rege. Kinek van
Miért nyitám fel ezt a szerencsétlen levelet? Én csak egy világot kerestem, hogy lássak. És most olyat találtam, amely éget és fáj. Melyet Eranta éreztem. Csak azon ürügy alatt vertem szívembe, hogy a párta alatt megőrződni szégyen. És hogy atyám halála után magam ilyenem gazdálkodnom alkalmatlan. Hogy a leányok sohasem juthatnak törvényes korokba, s nem nőhetnek sohasem polgári jussokba. S a vén leányok az igazságtalan világ orcája előtt gúnynak, kacajnak, közönséges tárgyai. És most már az is világos előttem, hogy én Ordait szeretem. De ha bolond előítélet, hogy a leányt 21. születése napja otthon ne találja, a sok hiú mende monda, s a környűállású balgassága egészen eszemet vették. Van a szerencse, ha késő is, csak bizonyos legyen. Ó, leányok, ne siessetek! Jobb a késő, de biztos boldogság, mint a kora, többnyire ritka szerencse. Ez a te karvaid! Tűzlág égesse! Úgy jár itt, mint akit egyfelől, menésnek ész valami, másfelől maradásra van. Az első a rajtahajtás, az insurrekció miatt. Jövök!
itt mellette, mint egy ezer éves nemes fajzat, kiben megöröklött minden, amely egy igazi nemest jellemez. Régi, nevezetes nemzetség is az ordaiaké. Hajton igen tehetős volt. Egyik nagyanyám ordai asszony is volt. Én még most is bírok egy kis ordai jószágot, mely annak osztály részébe jutott. Paraszt a D2-re. Én nem is tudtam, hogy ő közelebbről való atyánk fia. Hát nem túl közeli, de úgy van az. Az idő egyik nemzetséget kivált a régieket, leszállítja, a másikat felemeli. A karvaiak nem régiek, azért vannak még jó erőben. A régieket a sok osztály, néveikben nagy szaporasága, régente a raboknak a töröktől való drága megváltása. Igen, megrontotta. Huszárt az E3-ra. Így hát akkor bátrabban, még inkább könyörgök apámnak, hiszen egy atyánk fiával tenne jót apám. Na, ezret most adom neki. De többet nem. Az ember nem tudja, mire kellhet a pénz. Az inszurrekció is sokba kerül. Mert én hát 10 lovat ajánlottam. Másképpen is, ha ordai szerencsése hazakerül, ezt a pénzt is elengedem neki. Jószága is a bokáig marad. Édesapám! De ez közöttünk maradjon, mert amennyire esküdt uramat esmerem, ilyen feltétel alatt el nem venné a pénzt. Lóval, az E6-ra, őszi a gyalogot! Ma, ebéd felett, úgy lehet, édesapám fülét elhagyta, de olyan beszédeket hallottam szájából, hogy megérdemelné, hogy mindenki nyomtatásban olvashassa. Példának okáért? Példának okáért Karvai Napóleont igen magasztalta. Azt állította, hogy az eddig élt és esmért nagyokat, Nagy Sándort, s akiket a világ és a história nagynak tart, ez mind felülhaladja. Azt adván okul, hogy ezek királyi vérből eredvén könnyebben mentek, amerre mentek. De Napóleon, embervértengeren gázolva, vált Európa legnagyobb hatalmasabb urává, s úgy szólván földkeresség császárává. Emlékszem rá, hogy Napóleon sokat forgott a gyermeket. Ne csak fülem mellett ment el. Azonban Karvai nem beszélt rosszul. De ordai még jobban beszélett. Ezt felelte rá. Napóleonnak semmiből császárságra jutása nem újdonság. Így van ez, mikor az ország nagy teste maga között hadakozik. S sikerrel hadakozik. Akkor ott katonai népében van az erő. Olyankor a katona szab országának törvényt. Így tették ezt Hajdon, az erkölcse is elejevesztett Rómában a katonák legádázabb pajtásaikat császárokká. Napóleon a legszerencsésebb ember. Nemzeteknek, strónusoknak csapkodó ostora. De nem nagy ember. Bástya! A G5-re! Tűzlám, végesse! De ez még szebben igazabban volt mondva. És te ezt úgy el tudod beszélni, mint a könyvből olvastál. Ordai bizony derék fiú. Kár, hogy olyan szegény. Segítsünk rajta, amit lehet. Kár, hogy esküdt. Lehet belőle vice ispány, mint a Strasza mesterből generál. Kollégái közül egy sem illik melléje. Hivatala oly sokat nyerő általa. Gyakran meg a hivatalom ezt az ember által, aki viseli. Ma történetből egy
más levelei, versei akadtak a kezembe. Hunyadiról, Zrínyiről, sok más egyéb vitézekről. Szívemből kívánnám. Ha szerencsése hazakerül, majd egy gazdag, jó feleséget szerzünk neki. Paraszt! Az F6-ra! Hát jó, hogy eszembe jutott. Az insurrekció meg hiszen elfoglalja az embert? Hát ti veletek már hogyan, s miképp lesz? Karvaj az összegelés sürgeti. Édesapám! Mi lát téged le? Édesapám, nekem a férjválasztásban szabad kezet adott? Igen. S Karvai? Magad választása volt? De a bolond előítélet, hogy a leányt a 21. születése napja otthon ne találja, a sok hiú mendemonda. Egészen eszemet vették. De én most Karvait megismertem, és én őtet meg is utáltam, és én tőle elválok. Micsoda? Te Karvaitól elválsz? Hát kedet sem kell volna vele fognod. Az elválás a kész fogás után soha nem válik. Sem egyik, sem másik fél megbecsületére. Mert a világ azt mondja, és méltán, vagy akkor volt bolond, mikor kezet fogott, vagy akkor, mikor elvált. Te egyszer okvetlen bolond volt, és ezt te felőled fogja mondhatni, mert te vagy az elváló fél. De én inkább leszek, mint mennyasszony bolond, mint boldogtalan búsfeleség, holtomig. Az megint igaz. De ha édesapám úgy akarja, hogy Karvaihoz hozzámenjek, mint síralmas áldozatot megtehetem. Tűzlánk égesse! Nekem síralmas áldozatot nem kell, de ha tetszett... De hát akkor így még inkább azt tudom mondani, hogy akit édesapám hitványembernek tart, annak én felesége nem lehetek. Gyer szívemre, kedves lány! Hát téged igaz véremnek, gondolatim és érzelmim hív visszhangjának esmérlek. Jó, hogy ez barátom! Nagy újság történt? Hogy? Miért? Hát csak nem meg vannak verve a franciák? Hát valaki meg van verve, de nem a franciák, hanem Karvaj! Jó hír ez, nagy teregette! Bocsássam meg, nézd a kisasszonyát! Nem titkolhatom, egy cseppet haragszom reája! Jónak beszélsz? Éppen most rendette nekem, hogy ő Karvaitól elvál, mint hogy oly rossz az a fi. És én engem úgy segíjen. Helyben vagyok. De, mintha ott kint látnám kullogni, azt a megvert emlegetett farkas. Igen, Karvai az, és bejön. Gyere, barátom, hamar ide az árnyékszékre. Az árnyékszékre. Ne félj, cseppet se léz a kisasszony. Ha segíted, itt fog lappangani az árnyékszéken. Csak szóljon! Mi jövünk a szükséghez? Keresnem.
tudjanak a decek, megint szerencsém magával lehetnem. De bocsásson meg, szeretett Lizám, de ezt a szerencsétlen jelben támadott inszurrekciót lehetetlen nem átkoznom, nem káromolnom. Mert lehetséges volna, még kettőnk között is háborút indítana. Amint veszik, hogy milyen jelben támadhatott ez a háború, azt én nem tudom. De hogy jeleket támasztott, az bizonyos. De hogy ezek a jelek alkalmatosabbak arra, hogy köztünk örök békét indítsanak, sem hogy örök háborút. Ezen én kimondhatatlanul örvendek, ám bár a maga mai viselete sok több rengésembe került. Na, félre ne magyarázza szavaimat az úr. Én örök háborúnak, két olyan akárminek az együttlétét tekintem, amik természetből nem összeillők, mint a tűz és a víz, hideg és a meleg. Ezek egybeköttetvén szükségszerűen kioltják egymást. De ha távol maradnak egymástól, hát szent a béke közöttük, és mindenik megmarad a maga valóságában. Hová céloznak, ha merrem kérdezni ezen falhabolák? Karvai úr, tegyük a szívünkre a kezünket. Mi ketten vagyunk azok, kik nem élünk egymáshoz. És összekötetésünk ideje alatt örök háborúságban élünk. Ha viszont távol maradunk egymástól, hát szent a béke közöttünk. Ezeket a jeleket az inszurekció támasztotta. A mese meg vagyok fejtve. Liza! Mi lelte magát? Bámulásomban szinte elakadnak szavaim. Nem reménylem. Én azt tudom, hogy az úr gazdag, de azt is tudom, hogy én sem vagyok szegény. Én félig meggondolatlanságból, félig mások rábeszélése által, de leginkább sóvár szívem azon reményében, hogy valaha olyan férfit találék, akit álmomban elképzeltem. Hajlandóságra ingerlém magam, és kezet fogtunk. De az elmúlt idő nagyon sok mindent megváltoztatott minden tekintetben. Ha egyéb nem volna, csak azon hitem, hogy mi ezzel a férfival egymáshoz nem illünk, és ezért boldogok egymással sohasem lehetünk, hát több is, mint elég. Ezért kérem, váltsuk vissza ezeket az amúgy is csak szokás szerzette kezeseket, melyeknek kötő erejük nincsen. Ha ezek nem kötnek is, kötnek az éhot sohok, az aláírt nevek. Tudva és ismerve van előttem a kötelezvény az aláírt sorokban. Köt a becsület, az illendőség, Liza. Gondolja meg, mit cselekszik. Itt gondolva és érezve van már minden. Ne gyalázzon meg engem. Ne gyalázza meg magát még jobban. Én gyalázatot csak abban látnék, ha minket gyalázatos okok választanának el. De hát ez itt nem forog fenn. Talán vitézes kütuha? Vettem észre, hogy jól fitoktatott hazafisága, kedvet talált, és annak jó jelbe, jó földbe vetett magvai. Szerelmes gerjedelmeket sarjadzanak. Bizonyára vén huszár volt rekrutájának kerítője. Hogy legyen neki holtig mit enni és kormányozni. Jó szerencsét, vitézes kütni asszonyom. Hol van? Ne hevesgedj! Hol lett? Hol van? Mort teregette keresztül, de fönn! Látod, hogy elvett? Hadd menjen! Ezt a vénkerítőt, na azt még csak-csak megbocsájtom neki! De hogy ami Lizánkra merte ereszteni nyelvének fullánkát, az soha! Hadd menjen békével! Azonban éppen nem engedem őt bántani! A barátom vagy! Felejtsd el, amit hallottál! Nem hiába, nem tetszett nekem ez a babuta sohasem. Pofájában vonások, beszédjében szavak mindig voltak olyanok, melyek a vizsgálódó emberség előtt kontrabán és konfiszkáció alá valók lettek volna. Liza kisasszony, ne üljön fel.
Te, Liza? Mire való lehetett az a vitéz eskütné asszonya? Mire való, mire való? Hát arra való, hogy érezte magába morc teregette. Hogy Karvai uram, na bizony sok tekintetben többet ér Ordai uram. És hogy te is, én is, és még Liza is, amin a vidék igen dicsértük Ordai. Ki ezt meg is érdemelte? Na ez furdalta őtet. Édesapám, nekem én sohasem tartottam titkot édesapám előtt, és tényleg nem is lett volna rá sohasem akkor. Ezért most kérem édesapámat, hogy átadok két levelet. Egyet édesapámnak, egyiket legjobb barátjának, Megyeri bácsinak. És utána majd tessék engem meghallgatni. Hozom. Botonyi Lizához! Haza szeretett. Haza ifjúságnak édes érzelme, mint egy távolról visszhangzó ekónak bús zengzete. Az ifjúságnak történetei, mint édes álmok, úgy érdeklik a vénolvasót. Az embernek szinte fáj, hogy az idő által le van járva, s mindez csak úgy nézheti, mint mikor valaki egy hólepte téli vidékből virágzó tavaszt, vagy egy jégverte környékből zöldellő, épp reményekkel biztató természetet lát.
ahová többé nem juthat. Tűzlám véges. Mort telegettem. Édes barátom, hadd nagy korombéli, szerelmes történeteimnek zavaréka úgy lebeg előttem, mint ányképek a falon. Ó, barátom, haj nekem akkor Balozsam egyesen, egy olyan szeretőm volt, de egy olyan lány, egy olyan, hogy a Salamon 700 bölcs feleségének quintesszenciáját mind magába foglalta. Ez ordai, édes Istenem, ez egy derék ember. És ezek a hazafiúi versek? Jól mondott a lányom, hogy az ember él, hal a hazáért, mikor olvassa azokat. Ha már igaz, s nem csodálom, hogy leányod megkedvelte ordait. Mert az ilyen deutripontok mellett, mint ez a karvai, egy szép és lelkes eszküt, egy érzékeny lelkű magyar leánynak, mint a te lányod, szívében könnyen királyá lehet. De tűzlát végesse! Mi lesz hát már ebből? Leányomnak viseletéből ítélvén világos, hogy ő ordait szereti. S miként engedjem én azt meg, hogy leányom ordainé esküdné asszonyom legyen? Miként? Hát úgy, ahogy a te jó feleségednek anyja megengedte annak idején, hogy szegény leánya a gazdag Bodonyiné legyen. A más! Egészen más! Én őket azáltal szerencsénség kívántam tenni. Na, hogy volna más? Hát a te leányod miért nem tegye a szegény ordait szerencsénség? A megint más! Az asszony férjének sorsát követi. Nevére, hivataljára nézve igen. Na de azt ne feledd, hogy a gazdag leány szegény férje mellett is mindig gazdag asszony marad, és abban a dicsőségben lehet része, hogy férjét is részesítheti javaiból, és gyermekei megint nem lesznek szegények. Azon kívül, ordai, becsületes ember, s nem esvér, hivatalját pedig akkor lesz, amikor neki tetszik, mivel az nincs hozzája nőve. Aj, barátom! Legjobb szívedtől tanácsot kérned, de ha rám hallgatsz, akkor legjobb lenne a döntés leányodra magára bízni, kinek eszében és szívében bátran megnyughatsz. De mit mond a világ? Mit mond? Jót is, meg rosszat is, mint mindig. Akár ordainé, akár karvainé fogna lenni a lányod. Többet pedig ne kérdezz, hanem tégy, amit akarsz, amit a legjobbnak gondolsz. Kérlek! Küldjet hozzám ordait! Örömest! De egyre azért megkérnélek. Garázdan elégy a szegény és kemény nelégy az érzékeny iránt. S becsüld meg benne azokat a jó és lelkes tulajdonságokat, melyek magasabb születésben őtet bálványá tennék. Tudod velem parancsolni? Egy kis dalkom? Beszéltem volna öcsém urammal. Milyen tosztassam? A leányom nem szólott öcsém urammal? Vagy úgy. Alázattal és ezer hálával köszönöm a tensúrnak egyes segedelmét. Nem a könnyen gondolkodás, nem a hívság ingerlett engem ezen somma pénznek a felvételére, hanem a lángoló kívánat. Hazámat egészen a géniuszom szerint kívánom védelmezni. Ne! Nem ezt értem én! Egyebet nem tudok. Az insztrurekcióról, a háborúról. Ismered ezt! Ez a te írásod? Ez? Igen, az én írásom.
nem tagadhatom. De... megbocsásson a tens úr! Lámnak a kezeiben látom! Hát ezt magának tarthatta volna esküt, uram! Értem azokat a hiába való haszontalan szívlágokat, melyeknek a közönséges, józan életben semmi helyek, semmi keletek, semmi hasznok! A gyenge elméket megzavarják, a meleg szívekbe tüzet raknak, táplálójukat az életnek országútjából tündéres rejtekekbe csalogatják. A drága időt megemésztik, a konyhát üresen hagyják, az előméletet meggátolják. Jobb volna egy szegény legénynek, egy esküdnek a vermőfit forgatni, hogy magának kenyeret, előméletet szerezzen. Ami a másikat, a haza szeretetet illeti, az szép. Dicséretes. A haza szeretet minden jobb embernek a legerősebb érzelme lehet, s legyen is. De ezen érzelmeknek csak az fog szót, hangot, nyelvet adni, kiben a szívnek lángoló érzelmei, elmének gondolatjai, a feszítő kínok kiömlése, kifakadásra hatnak. Igaz? Tens uram, méltóztasson engem békével meghallgatni, mielőtt akár szánakodását, akár indulatját rám vesztegetni induljon. El vagyok árulva, látom. Szükséges, hogy becsületes szívemnek mentségére egy-két szót mondjak. Én ez a kisasszonyt, mint oly szép, oly jó, oly lelkes, oly nemes érzelmi asszony teremtményt közeledről esmervén szerettem, tiszteltem. De oly titokban, hogy azt sem maga, sem más magamon kívül nem tudta. Sem én azt soha, sem neki, sem senki másnak tudtál adni nem szándékoztam. Sorsnak despotizmusa, arra soha nem ment mégis, nem is fog menni. Minden szívnek a maga módja szerint érezni, elmének gondolni, szabadságát elvehesse. Titokban akartam ezen szerelmet érezni, szenvedni haltomig. Legalább addig, míg azt meggyőzhetném. Ez becsületes feltétel volt, de megszedtette ezt, barátom? Láttam karvait véle eljegyezni. Karvai az ő szívének legrosszabb érzése. Ha volna benne, sem volt méltó. Én kínlottam, de meg sem otszantam. Sajnállak, a csip. Karvaival ugyan vége van, de... magadnak is által kell látnod, hogy az én leányom nem neked való. Volt idő, hogy a bodonyiak és az ordonyiak egykor közelebb váltak egymáshoz. Sors akkor még nem ásott, választó átott gazdagság és szegénység közé. Akkor egy bodonyi hajdan épp egy ordai lányt vett feleségül. A két nemzetség úgy állott egymás mellett, mint két derék tölgy a maga erejében. Az idő, szerencsétlenség, a hazának fergetegei, a hazafiság iránt táplált, szüntelen tüzei felemésztették. És most a kihújnak tövéből, vékonyan hajtó, szegény ákán, bár tölgy az is, most már ne merjen a fajához sóvá rogni. Ez fáj. Csízlak égesse! Igazad van! Én sajnálok! De én ezt nem akarom a magam hasznára fordítani. Látom, hogy az embernek értemét, értékét ezen a világon még a legjobb emberek szerint is. Nem belső becse, hanem sorsbéli vagyonja határozza meg. És ez mentségül nekem ne szolgáljon. Hanem csak az, hogy szívemnek ezen szent titkát én azon szent hitelre adtam át, hogy az csak halálomára nyiladozzék ki. Kedves öcsém, sajnálok! De mi lesz már ebből? Győzd meg magadat! Hát látod, hogy... ma lesz, hogy én a háborúba elmegyek, és ott bizonyosan el is veszek. Mert aki a hazavédelmére úgy el van számba, mint én, az az életéről lemond. Szegény megbetett tölgyák, ne legyen itt többé senkinek akadéka.
Elsorra könyörök, bocsásson meg! Szegény Ordai, még jó, hogy elengedte az indokot, ami levelének megnyitására ingerlett. És mi lehetett az, ha szabad kérteni? A küszködés, a zihálás, a szívének dobogása, a mód, ahogy általadta. Bocsánatért esedezett, halált emlegette. És azt engedte, így gondolom, hogy valami hatalmas nagy szerencsétlenségtől kímélhetem meg. A levelét megismerem. Hát jól sejtetted. S ez lett a vége. Sajnálom, szegény ifjat. Te karvait bizonyosan levelének elnyitása után utáltad meg? Félig előbb, de utána egész. Gondoltam. De ezek a versek üres hangok lehetnek. Bármilyen hangok is, de szívből jönnek és szívbe adnak. És mi lesz már hát ebből? Mi a biztosíték Ordai életére, vagyonára, jövendőtökre? Apám uram a férjválasztásban nekem szabad kezet adott. De nyugodtan vegye ezt vissza tőlem. Nincsen rá szüksége. Miért? Mert vagy ez a szegény, nemes Ordai, vagy senki sem lesz az én férjem. Kedves leány, meghagyom neked továbbá is teljes szabadságodat. Kövess szívedet, és tégy ítéletet szerint. Édesapám! Édes néném! Liza, mi ragadhat téged így szokatlan örömre, hogy egy nemes magyar szívet tehetek boldoggá? Tűzlám kékesse! Nem hittem volna, hogy így szereti. Isten néki! Kívánj, édesugom, sok szerencsét Ordai néesküdné asszonyomnak! Ezen bizony szívemben örvendek, szerencsés Ordait megérdemli.
Ezt a főbíróné küldi neked titkot. Szabad ezen örömhírrel szegény beteg oltairét megvigasztalnom. Há? Annyira még nem vagyunk. Csak kevéssé várj még. Ez az öröm azután is a tiéd lehet. Kedves jó barátnőm, férjem minden törvényes mentségen feljülemelkedve, sőt, a természetet magát megtagadva, erővel ki akar kelni a haza védelmére. Meghajthatatlan hazafiságát én tudom becsülni, és ezért őtet, ha lehet, még jobban szeretem. De mint négy neveletlen gyermekemnek anyja, kívánnom kell, hogy itthon maradjon. Na, ha kérni nem merem. Szánjatok meg, és beszéljétek rá négy neveletlen gyermekem atyát, hogy lehelletünknél szükségesebb életét kockára ne vesse. Adjon Isten hazának minden főbírókat, de neki itthon kell maradni. Bár minden esküdt, oly bizodalmas ura volna, mind a nemességnek, mind a parasztságnak. De többnyire, vagy vén duzma trengék, vagy fiatal bajkos betyárunk. Ordai kollégái közé nem élik, ezért ne is maradjon tovább a vármegyének esküdje. Hanem leányom asszonynak esküdje, ugye? Édesapám! Ez a környékbeli nemesség csatadala, Ordainak lelke munkája, ők a uram bátyámat tisztelni, és egyszer s mint paripákért, ostorokért, és buzogányért könyörögni jöttek. A hazafiúi adakozásnak mások előtt való elfoglalására én magam bíztattam őket. És mind azért jó erkölcsűek. Merem őket ajánlani. Szívesen fogadlak benneteket, nemes agyafiak. Egyek-kettőt esmerek közületek. A dabrókai betyárcsárdában az elmúlt napon állították meg a francokat a bajtársai. 17-en küzdenének valami 1000 ellen. Moson-Szent Miklós és Öttevén között ugyancsak visszavertek néhányat egészen a lábára. Aztán meg a fertő mocsaraiban fulladoztak. Ilyen a vízüveg! Ilyen a vízüveg, jó!
írta, még télvíz idején már megírta a beteg Napóleon kesergését. Bizony, imigyen hangzik. Korzika szült engem, császárnak francia néptett. Hunnél járt, éltem végig, semmi vagyok. Míg lehetett hadam emberüvét patakokra folyatta, vértáplált, de magyar vére, hogy ittam előtt. Ó, te dühös nemzet, te tatár, török, ördögi fajzat, édes az emberi vér, véred örömkeserű. Ó, ti földi nagyok, hallja példa, tanuljatok ebből. A bátor magyarok vére nem inni való. Na, ne higgyünk előre a medve bőrére. Törvényes kötelességeink szerint hazánknak, királyunknak és ősi szabadságunknak védelmére szívvel lélekkel táborba kerünk. Tekintetes uram, a magyart az Isten is lóra teremtette. Így van. A mostoha sors, a még mostohább idők minket most lóról többnyire csak a kenyerünket kereső ökrökre szállítottak. Ezért kérjük a tekintetes urat, méltóztassék bennünket nemzetségére még bővebb isteni áldásaiból. Lóra segíten. Meg lesz, fiaim! Meg lesz! Már csak azt az egyet óhajtjuk, hogy amint itthon, úgy a táborban is, ami tensúrunk bölcs és igazságos kormány alatt lehessünk. Mert úgy hallottuk, a tensúr is lóra készül. Ez igen nagy szerencsénk volna, de még nagyobb szerencsének tartanám én részemről, ha a mi jó és igaz lelkű főbíró itthon maradna, és itt tartaná meg a rendet, igazságot. Mert sok rossz ember, sok rossz szomszéd, sok rossz atyafi és tisztviselő van a világon, kiknek kedve jöhetne a zavarosban halászni. A szegény, gyáva, tudatlan özvegyeket elnyomni, csalni. Hátrahagyott csekély javainkat csorbítani, foglalni, míg mi életünket, vérünket oda veszegetni. Ha oly emberséges, igaz bírónak figyelme, oltalma és pártfogása alatt tudjuk otthon a miénket, a javainkat. Hát bú és gond nélkül gondolkodunk hazafelé, és bátrabban birkózunk a veszedelmekkel. Köszönöm nemes uraiméknak bizodalmát. Én tehát itthon maradok. De szeretett hazánkra esküszöm, hogy minden hazavédőnek az ügyét elejbe teszem, a magaménak is. Igen! De valamint, hogy közbizodalmunk és kívánságunk főbíró úrnak itthon maradását óhajtja, úgy ordai urat velünk vonja, mert ott is lesz szükségünk egy oly tisztre, kiben megbízhatunk és akit szeretünk. Meg is ígérte, hogy el nem hagy bennünket. Csak arra kérjük a nemes vármegyét, hogy ezen jó és vitéz indulatú urat a hadban is a mi vidékünk béli nemességnek előjárójává tegye. Mind bátor szívéhez, mind nagy eszéhez tökéletes bizodalommal vagyunk. Köszönöm vitéz barátaim szívességteket. Én élek s halok kedves hazámért, nemzetemért. És esküszöm a magyaroknak Istenére, hogy semmi veszedelemben el nem hagylak benneteket, hanem előttetek halok meg. De most hallgassatok meg engem. Minden itt jelenlevőt úgy tekintek, mint kérőt és bizonyságot. Ezen órában leányom el van jegyezve ordainak házastársul. Mindenem a leányom. Az összfekelést a békesség és az inszurrekciónak hazajövetele határozza meg. És aki közületek nem házas, az akkor mindnek házasodjék, hogy a mennyegzőket egyúttal nálam tarthassam meg. A paripákat, melyeket adni fogok, vegyétek tőlem ajándékba. És aki közületek magát vitézsége által megkülönbözteti, annak egy szőlőt ajándékozok örökbe. Minden hegyvám nélkül veletek határos szőlőhegyemben, melynek neve ezután vitézhegy legyen. Ha én ez alatt meghalnék, leányom teljesíti ígéretemet. És most induljatok áldásommal a csatába. Az Úristen kísérjen utatokon. Ilyen a lelkes magyar leány! Ilyen! 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 Ily